Na, üdvözöllek titeket a stúdióba. A hálózatról fogunk beszélgetni nagyon meglepő módon. A 20. századiról, illetve a mostaniról. És előbb egyébként itt pont még a felvétel megkezdése előtt a V4-ekről és Kelet-Európáról volt szó, hát miről legyen másról szó. A Zsuzsannának volt egy cikke, aminek egy részlet engem nagyon megfogott, hogy ugye folytak már a II. Világháború előtt és után is az amerikai és szovjet üzletek a háttérben, és hogy Lengyelországnak a kommunistává való válásában tulajdonképpen amerikai pénz is benne volt, ugye. Ez a legújabb kutat. Engem ez mondjuk azért nagyon meglepett, hogy ehhez mit szóltok, hogy ezek után érthetővé válik, hogy mondjuk egy kelet-európai ország bizalmatlan esetleg mind a két nagyhatalommal szemben? Össző András, téged kérdezlek, hogy egyáltalán mit szólsz hozzá? Hát ugye a Zsuzsának a magyar hálózatot illetően már hasonló felismerései voltak. Én inkább azt mondanám, hogy ezek mögött azért nem mindig kell magasztos politikai vagy geopolitikai szándékot keresni. Tehát azért itt szerintem elég sokszor az emberi hitványság, kicsinség és a hülyeség faktor is benne van. Tehát nem ez az önmagában, tehát az, hogy 45 után... Persze, hát az amerikaiak is megszállók voltak Európában, próbáltak azért csápokat leereszteni a szovjet térfére. Ebből azért én még nem kanyarintanám azt az elméletet, hogy mintegy, most túl azon jaltát persze közösen kötötték meg, de hogy mintegy még az amerikaiak segítették is volna a kommunistává válását. Az viszont nyilvánvaló, hogy Amerika valamilyen módon megpróbálta nyilván a karmait vagy a karmai nyomát otthagyni a keleti blokkon belül. A bizalmatlanság jogossága szerintem nem a 45 utáni 2-3 évtized történéseiben rejlik, hanem ami a végjátékban történt. És ez nyilván, tehát a Zsuzsa kutatásai meg a te kutatásaid alapján Magyarországot kiemeltebben érinti talán az összes blokkországhoz képest, tehát hogy a régi establishment, a nomenklatúra embereire építették a módszerváltást nyugaton. Szerintem a bizalmatlanságnak a jogosságát ez alapozza meg. Az, hogy a II. Világháború után a nyugati hatalmak is próbáltak valamiféle csápot ereszteni Kelet-Európában, teljesen természetes. Miért? A szovjetek nem próbáltak csápot ereszteni Franciaországban? Hát ugyanez ment, egyébként. Sőt, Franciaországban. Hát Ronald Reagannek a politikai pályafutását ugye az indítja el a II. Világháború után, hogy ő a színész szakszervezetben keresi a kommunista vagy szovjet ügynököket, tehát akik megpróbálnak Hollywoodba befurakodni. Tehát ez egy kölcsönös játék volt. Tehát ebből mondom, én azért nem mennék odáig, hogy mintegy az amerikaiak lökik bele a kommunista rezsimbe a Lengyelországot. Azért viszont egy olyat láttunk, hogy mindig volt a nyílt színen egy ideológiai ellentét, amiről ugye nagyon is építettek, egymás ellen folytatták a propagandájukat, és közben azért a háttérben simán üzleteltek. Tehát, és azt láttuk, ugye ezekben utólag, amit láttunk, hogy mindig a kelet-európai fél volt a vesztes fél az üzletben, mert Moszkva jól keresett, a nyugat jól keresett, bizonyos emberek jól kerestek, de az itteni átlagpolgárok meg nem. A mi oldalunkról... Máshogy jön le ez a történet, de a konklúzió az ugyanaz, amit András mond, hogy vannak szemmel látható érdekeltségek a világban. Tehát olyan eszetek, amik mozgatnak nagy hatalmakat, érdekesé teszik. A mi régiónkkal kapcsolatban pont az volt a politikai kihívás, hogy nem láttuk valójában, hogy mi az az eszet, mi az erőforrás, ami érdekesé teszi a mi régiónkat. Ugye, és ebből a szempontból nem érdemes kerülgetni a forrókását, tehát energetika, ugye gáz, nyilvánvalóan mi ebben nem vagyunk ott, a lengyelek sincsenek ott, tehát nem egy elsődleges geopolitikai érdeklődést vált ki a mi régiónk, és ezért vannak olyan különféle nagyhatalmi megközelítések vannak, és vannak olyan nagyhatalmak, hogy azokat a régiókat, amik nem érdekli őket, azokat majdhogy nem gebimbe ilyen üzleti érdekcsoportoknak kiadják. Tehát hajlandóak azt mondani, hogy akkor foglalkozzatok, mert ti ott valamit kavartok ezekben a régiókban, gazdaságilag, kulturálisan, egyéb politikai befolyásokkal, stb. Mint ti értitek, hogy nektek ez miért jó, akkor mondjátok, hogy mi mit képviseljünk itt.
de valójában az amerikai közvéleményt és az amerikai politikát nem érdekli a régió. És ez nem csak ma látszik, hanem szerintem, ha visszamegy az ember a történelembe, ez volt a tragédiája a mi régiónknak, hogy a hagyományosan a régióban érdekeltséggel rendelkező Németország választott egy hihetetlen rossz utat, konkludált a sorsa oda, ahova. Vele szemben a régióban szintén érdekelt Oroszország, ugye ez bejelentkezett a régióért, de hát ott meg akkora kulturális szakadék volt, hogy azt nem lehetett áthidalni. Épp a törökök nem érdeklődtek, de senki más nem érdekelt valójában a mi régiónk. Mert nem voltak valódi, nem éltek itt nemzetiségeik, nem voltak valódi eszetjeik, nem voltak olyan stratégiai pontjaik, ami őket érdekelte volna. És sajnos egy ilyen helyzetben mindig a konfliktus kiélezés terepévé válik egy régió. Illetve, ahogy mondom, vagy pedig kiadják Gebinbe valakiknek, akik ott értik ezt, hogy ott mi zajlik a dologba, és akkor mögé beáll a teljes nagyhatalmi gépezet ennek a üzleti meg gazdasági érdekcsoportnak. Igazából itt az újragyarmatosításról beszélünk, arról is beszélünk, hogy Zsuzsa, te azért így átfogóban nézted ezt, hogy az egész 20. századon végigmentél, hogy mit láttál, vagy hogy mi az, amit most átlátsz ebből, hogy a szovjet, illetve amerikai fél itt hogy játszadozott, vagy mi történt itt? Hát ennek tükrében, hogy a régió sosem volt a nagyhatalmaknak különösen fontos kiemelt célpontja, tulajdonképpen egy mellékvágány volt, ugyanakkor amit én látok, és az a hálózati összefonódás, amiről én próbálok a cikkeimben beszélni, azt gondolom, hogy nem feltétlenül geopolitikai szempontból érdekes, hanem olyan szempontból érdekes, hogy feltételezés, de azt gondolom, hogy mondjuk ott van Oroszország, és ott van Németország. Oroszország kifogyhatatlan nyersanyag lelőhelyek, Németország pedig a modernizáció, a technológia, a fejlett ipar. A két terület mindig is megpróbált egymással kapcsolatban állni, egymásnak gazdasági partnerei lenni, és a történelemben, a modern történelemben mindig is hatalmas ellenerők mozdultak meg, hogy ez létrejöhessen. És nekem van egy olyan érzésem, hogy 45 után Magyarország többek között azért lesz egy kiemelt terepe ennek a fajta gazdasági érdek szövetségnek, vagy érdekcsoportnak, hogy biztosítani tudja azt a fajta összeköttetést az orosz földek, a Szovjetunió és kvázi Nyugat-Németország között, a fejlett ipar között, amely dacára a vasfüggönynek tulajdonképpen egy élő együttműködésé válik, azzal együtt, hogy az ideológiai síkon, mondjuk egy német szövetségi köztársaság, hát véletlenül sem működhet együtt a szovjet iparral. És véleményem szerint működő képessé válik ez a hálózat, és innentől kezdve egyfajta összekötőként, aztán a váltás környékén, sőt nem szerintem hamarabb, tehát már azért a 60-as évektől egy jelentős piac az, amit Magyarország és persze a régió többi országa is jelent, hiszen a vasfüggöny túloldalán az áru hiány, meg a hiánygazdaság gyakorlatilag olyan lehetőségeket kreál a nyugati nagyvállalatoknak, amik szintén, hát kit érdekel egy nyugati nagyvállalat vezetőségénél az ideológia, vagy a politika, itt abszolút gazdaság és profit érdekeltségek vannak. És innentől kezdve, ráadásul a kokomista, stb. Megemeli a termékek árát, tehát olyan lehetőséget ad a keleti piacokon, megspékelve azzal, hogy mivel diktatúra van, nincs szabad piac, nincs szabad verseny, tehát tulajdonképpen ezek a cégek, akik be tudnak jönni a keleti piacokra, azok a cégek itt monopóliumot élveznek. Tehát olyan gazdasági előnyökhöz jutnak, előrevetítve a rendszerváltás után még nagyobb előnyhöz, hiszen hatalmas kapcsolati tőkéjük van, ismerik az itteni viszonyokat. Tehát ez egy olyan gazdasági szempontból érdekes térség lesz Magyarország, amit szerintem alapvetően határozza meg aztán a lehetőségeinket, meg a kényszerpályákat rendszerváltás után. Hát
van. És csak annyi, amit a Zsuzsa a kutatásai alapján mond, annak megvan a kivetülése a felszínen, tehát hogyha nem tudom, az Arcanumon keresztül valaki a korabeli sajtót megnézi, a hidegháború második hulláma, a 79 az afgán kaland és 85 Gorbacsov hatalomra kerülése közötti 6 évben, a kelet-nyugat közötti párbeszéd az Budapesten keresztül zajlik. Ráadásul úgy, hogyha megnézzük a korabeli sajtót, Kádárék a Fehérházba, tehát a pártközpontban, nem csak Schmidt kancellár, tehát a hivatalos NSZK, tehát a NSZK mint állam vezetőit fogadják, Herbert Wehner, aki azt hiszem frakcióvezető ebben az időben az SPD-nél, de pártisztségviselő. Tehát, hogy a magyar állampárt, amelyik vazalusa az SKP-nak, már pártközi kapcsolatokat épít a akkor kormányzó német szociáldemokratákkal, amit utólag persze a rendszerváltás idején is után próbáltak ugye úgy keretezni, hogy hát hogy mennyire a reformok szelleme megment ez a süket szöveg, fenét, pontosan ez a típusú alapvetően gazdaságorientált befolyásszerzés zajlik úgy, hogy ennek 79 után már a felszínen nagyon jól letapogatható és nyomon követhető nyoma van. Végülis egyébként ennek azért érdekes, mert itt nem kell ugye mindig konteók meg összeesküvések szintjén gondolkodni, hanem ezt a fajta hálózatot, akiben megbíztak végül is, átemelték, mert hát ugye velük üzleteltek. Pont eszembe jut, ugye mondtad a Schmidt kancellárt, ugye ki volt neki az iskolatársa, Rényi Péter volt az iskolatársa, és akkor még később is próbált vele kommunikálni, ezért jobban voltak, ő járt ki, cikkeket írt, ugye? És ha már ugye a külkeres hálózat, akkor a fia meg ugye a Novotrade-nek a vezetője lett. És akkor itt látjuk, hogy ez milyen jól működik, és most így rákerestem a régi cikkekre, és a Spiegelbe a Rényi elvtárs, aki itt egyébként neki megy az SZDSZ-nek még 82. decemberében, hogy nem babra megy a játék, és hogy velük le kell számolni, hiszen imperialista ügynökök, amiben egyébként azt a vicces, hogy maga elvetemült és szélsőséges gondolat, tehát volt alapja a gondolkodásának. Ugyanő egyébként a Spiegelbe azt magyarázza, hogy Magyarország azért már milyen csodálatos ország, és átalakultunk, nem kell minket bűnös népként kezelni, velünk lehet üzletelni, nagyjából erről szól a cikk. Hát már akkor is játszik egy ilyen kettős játékot. És mit látunk ugye, hogy ezek a akár dinasztiák, családok, ezek a kapcsolatok a rendszerváltás után is megmaradtak, mint befolyásos tényező. Na, de ezt kezdtem mondani, Gábor, hogy a bizalmatlanságnak K-Európában, és különösen az úgymond legnyitottabb országban, Magyarországon, ez a valós alapja, hogy valójában a felszínt, hogyha megkapargatjuk, a nyugati eliteknek nem az volt az érdekük, hogy itt egy teljes megtisztulás, elitváltás, hogy most aktuális dolgot képbe hozzak, esetleg a jogfolytonosság megszakítása megtörténjen a totalitárius rezsim bukása után. Nekik az volt az érdekük, hogy a régi, jól bejáratott üzleti kapcsolatrendszerüket át tudják menekíteni a hidegháború utáni időszakra. Tehát, hogy úgy tudják magukhoz csatolni Európa keleti felét, hogy nekik jól kamatozó kapcsolati tőkéjük az biztosított legyen. Szerintem ezért ennyiben jogos a bizalmatlanság a nyugattal szemben Kelet-Európában. És én pont nézegettem tegnap egy cikkírása kapcsán CIA jelentéseket 86 és 88 között, és nem egy jelentés foglalkozik azzal, hogy miért Magyarországra érdemes, tehát ez nyilván a helyi gazdaság, illetve az amerikai tőkének szólnak ezek a jelentések, és hogy a régióban leginkább Magyarország a befektető barát ország, úgymond. Egész egyszerűen azért, mert hatalmas adókedvezmények vannak, bizonyos területeken különösen nagy, például gyógyszeripar, ahol még adómentesség is jár évekig, hogyha itt befektetnek, és amúgy a profit teljes egészében kivihető az országból, és a régió egyik másik országában sem lehet ezt így megcsinálni, mint Magyarországon. Tehát innentől kezdve azt hiszem érthető a figyelem. Ez az igazi tragédiánk, és ugye ez az, amire Tölgyessi pár évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy ami az előnyünk volt, vagy az előnyünknek tűnt a 80-as években, hogy a legnyitottabb és a legvidámabb barak,
az pillanatok alatt a hátrányunká vált a 90-es években a rendszerváltás után. Mert pontosan ez az úgynevezett befektető barát orientált gazdaságpolitika az, amelyik engedte az országot kifosztani, és egy olyan pályára állította a magyar gazdaságpolitikai gondolkodás 88-89-től, tehát már a rendszerváltó kormányt megelőzően, amelyik determinálta azt, hogy itt a belső gazdaság nem fog megerősödni, mert minden teljes egészében a külföldi tőke érdekei szerint lesz átalakítva. Kicsit akkor én is oda visszatérnék a rendszerváltás, ott vagyunk a rendszerváltás pillanatához. Az engem egyébként érdekel, hogy a Zsuzsa, talán te nem emlékszel, a Pálmerre emlékszel, hogy akkor mit gondoltál róla, vagy akkor még nem, de hogy ti ketten azért már idősebbek vagytok egy pár évvel annyival, hogy nektek egyébként akkor mi volt a gondolatotok róla, hogy pozitív volt, vagy negatív volt, vagy... Úgy 3 percet gondolkozom azon, hogy András felvetésére elmondjam az egyik testközeli élményemet 97-ből, de megpróbálom úgy elmondani, hogy ez fogyasztható legyen. A 97-ben, néhány hónappal a 98-as választások előtt a Fidesznek az egyik vezető politikusát, akit nem akarok megnevezni, a brit nagykövetségnek az első titkára elhívja ebédelni. Akkor már lehet látni, hogy borzasztóan jön fel a Fidesz, sőt, akkor már felsejlik, hogy esetleg meg is nyerheti. Ugye ott november, október, novemberben mozog fölfele. Felsejlik, hogy 98-ban lehet már nyerni a választásokat. Nem bízták a véletlenre az ebéd. Még a levest se kezdték el, amikor is előállt a farbával a brit első titkár, hogy nagy koalíció az MSZP-vel. Hogy ez lenne így a... mit szólnának hozzá, mert ezt üdvözölnék a nyugatról. Amire az illető, aki egy nem egy ijedős ember volt, visszamondta, hogy rendben, de akkor ő megjavasolná a toriknak, meg a vigeknek az összefogását Nagy-Britanniában. Szóval a leves után véget ért az ebéd, onnan van első kézből ismeretem, hogy az ebéd után közvetlenül ahhoz a rendezvényhez csatlakozott, ahol én ültem, és első kézből hallottam a történetet tőle, hiszen eléggé zaklatott állapotban volt azért ettől még ő is ettől az ebédtől. Tehát, hogy nem féltek ezt a kvázi a kapcsolatrendszert, a hálózati átmentést ajánlgatni, hogy ezt politikai szintre kéne emelni, hiszen valóban ez volt a helyzet, hogy akkor ők már ezt a 70-es évek vége, 80-as évek végétől azért már elég jól ismerték az itt lévő szereplőket. Azok bejáratottak voltak, tudták, hogy kinek mi a gyengéje, kivel hogy kell tárgyalni, és ahogy visszatérünk, igen, hogyha csak ha a hadipari cégeket nézem, de vehetjük a nagy, emblematikus magyar cégeket, amelyik azért a varsói szerződésnek a által uralt piacokon emblematikus cégek voltak, hogy mi történik Magyarországon, és mi történik Csehországban. Hogy Csehországban ezeket a cégeket megmentik, cseh vállalkozók veszik meg. Az egy jó kérdés, hogy a tőkét honnan kapták a cseh vállalkozók, de mégiscsak az ő nevükön maradnak ezek a cégek, és investálnak ezekbe a gyárakba, és ezeket a gyárakat megpróbálják nemzeti büszkeségből fenntartani, és fenntartani a kereskedelmi pozícióikat a világban. Nálunk meg hogyan kerülnek át külföldi tulajdonba az emblematikus nagyvállalataink, tehát először egy magyar privatizáció, és utána egy külföldi tulajdonba, ahol aztán végül még a nevüket is elvesztik, és egyértelműen elvesztik a KGST világba vitt piacaikat, és valaki átveszi külföldről. És ezért kerültünk mi is 16-ba oda, hogy egyébként egy létező magyar hadipart teljesen a nulláról hogy kellett újra elkezdenünk újra fölhúzni, mert semmi nem létezett már belőle. De nem kell a hadiparhoz nyúlni, tehát itt azért magyar nagyvállalatoknak a zöme volt, vagy a számossága ezen a piacon, amiket, hogyha elkezdenénk előszedni a neveket, akkor még a mi generációnk emlékezne, hogy fú, tényleg volt ilyen vállalat, tényleg volt ilyen. Most erről egyrészt eszembe jut a Babisnak
az életútja, úgyhogy nem minden fekete és fehér, mert így pont amikor te említetted ezeket a cseh milliárdosokat, és ugye, hogy a magyar milliárdosokhoz képest milyen szint, tehát egy teljesen más kategóriában vannak, akkor elkezdtem megnézni. És a Babisnak is ugye az indulása, az abszolút mondhatjuk, hogy a tipikus, tehát külkeres, külföldön dolgozik, és milliárdos lesz a privatizáció, vagy az ottani rendszerváltás során. De, hogy nem minden fekete és fehér, most viszont egy ilyen patriót álláspontot képvisel. Mert hogy, és ugye viszont erről beszélgettünk, akár veled is, meg azt hiszem a Zsuzsával is, hogy Magyarországnak a nagy tragédiája, hogy nem nagyon alakult itt ki, tehát ha voltak is patrióta, táp kommunisták és patriótább liberálisak, azok általában körön kívül kerültek eléggé, tehát így igazi hatalomhoz nem jutottak. Ez van, vagy még ezen kívül mi lehet az oka, hogy Csehországnak mondjuk sikerült az, ami itt nem sikerült? Na most túl azon, hogy a KGST-n belül is azért Csehszlovákia vagy Csehszlovákiának a cserésze azért erősebb volt, tőkeerősebb volt, mint Magyarország. Jól lehet, a maszek világ kétségkívül nem volt annyira előre haladott a cseheknél, mint nálunk a 80-as években. Tehát azért a Huszák-Jakes rezsim az gazdaságot illetően is egy represszívebb diktatúra volt, mint a késő Kádárkor. Viszont hát tényleg azt látjuk, és nem csak Csehszlovákia, ott van Románia, vagy az egész Balkán, hogy a nomenklatúra egyfelől a rendszerváltás előtt sokkal kevésbé nyitott nyugatra, mint a magyar, viszont a rendszerváltás után ugyanez a nomenklatúra patrióta, hogy nem mondjam, nacionalista lesz, lásd a szerb milosevicsi nomenklatúrát, vagy Mecsiárt, Iliescut, meg a többieket. Én csak arra tudok gondolni, hogy egy olyan, mint a Babis, aki hálózati személy is volt, tehát nem egyszerűen impexes volt, tehát az feketén-fehéren bebizonyosult. Róla kijött? Vagy? Hát róla kijött, még mielőtt miniszterelnök lett. Ott úgy választották meg miniszterelnöknek, hogy tudták róla. Azt nem tudtam, azt hittem, de nem fogalmazhatunk ilyen. Azt érdemes megnézni, hogy a Babis milyen szektorokban utazott, milyen szektorokban gazdagodott meg. Jó részt termelő szektorokban. Tehát nem az a spekulatív tőkefelhalmozás történt, ami Magyarországot 88-89-től jellemezte. Nézzük meg, hogy nálunk tisztelet nyilván a kivételnek, de a tipikus milliárdosi meggazdagodási karrierút az nem arról szólt, hogy valaki valami fölfuttat valami nagyszerű termelő egységet és az európai piacra szállít, hanem ilyen ingatlanokkal, de főként a politikai kapcsolatrendszerrel kever, kavar, ezt privatizál, azt elad, és a végén pedig köszöni szépen. A Babis termelőüzemeket vesz, illetve termelőüzemeket tart a kezében, és ezzel gazdagodik meg, és én viszont csak spekulálni tudok, hogy az, hogy Babis aztán miniszterelnökként egy szuverenista politikát folytat, jól lehet a nomenklatúraból ejtőernyőzött a cseh politikai színpadra, ez talán nem független attól, hogy a cseh nomenklatúra érdekes módon pont a korabeli zártsága, tehát a rendszerváltás előtti zártsága miatt, de mert neki is, mert nomenklatúra volt helyzeti előnye az induló piacgazdaságban, inkább volt érdekelt egy patrióta gazdaságpolitikában, mint a magyar nomenklatúra, amelyiknek viszont a behozhatatlan előnye nem csak hazai pályán a nem nomenklatúrával szemben, hanem az egész régióban az volt, hogy nekik voltak a legjobb amerikai kapcsolataik, német kapcsolataik, ők jártak az osztrák elvtársakkal vadászni, sőt, ők voltak a híd Moszkva és Bonn között. Nem lehet egy... Tehát azt a szöveget, hogy miért van az, hogy pont a magyar nomenklatúra, hogy most erősebb kifejezést ne használjak, nem volt patrióta, annak az okát én itt keresném, nyilván persze ilyen történetfilozófiai alapon bátran visszamehetünk Trianonig is. Sőt, nyilván csomó a kiegyezésig minden. Akár. Igen. Igen, tehát csomó minden, nyilván az 1867, illetve 18 utáni pozíciónk függetlenül a kommunistáktól determinál, de az, hogy magyar, és az akkor pozitív a nemzetközi sajtóban is, éppen most jelent meg ugye Tölgyesieknek erről egy ilyen összegzése, hogy Magyarország mennyire nyitott. Csak ennek a nyitottságnak van egy óriási ára a szó szoros értelmében is a rendszerváltás után. És egyébként most egy kósza gondolat, és lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, de pont ez a nyitottság,
úgynevezett nyitottság, ami gyakorlatilag a magyar gazdaság vesztét jelentett, Magyarország kifosztását jelentette mondjuk a 20. század második felében, az ugyanakkor azt is jelenti, hogy egy olyan kapcsolati hálót tudott a magyar szellemi elit, most gazdasági elitre gondolok, de ez mégiscsak egy szellemi teljesítmény, hogy egy ilyen hálózatba valamilyen szinten be tudtak kapcsolódni, hogy ezt a szellemi tőkét, hogyha mondjuk patrióta megközelítésből használjuk, és úgy alakítjuk ki azt a hálózatot, amely kelet és nyugat között gazdasági kapocs lehet, akkor viszont ezt abszolút lehetne kamatoztatni, és az ország javára fordítani. Tehát azt akarom mondani, hogy ez a hálózat jó kezekben van, akkor esetleg a know-how megvan, esetleg nem lehet-e valami nemzetit, valami minket erősítőt ebből kihozni. Zsuzsa, csak itt egy faktorral nem számolsz, hogy ami viszont a Kádár rendszernek a Rákosi rendszerhez képest is egy differencia specifikája volt, meg a többi kommunista rezsimhez képest, tehát térben, időben, hogy 56 után Kádár szerintem személyesen is és szánt szándékkal minden morális összefüggést a politikából, a saját politikai rendszerében eliminált. Nem csak, hogy a marxizmus-leninizmus gyakorlatilag néhány öregen kívül már a kutya nem vette komolyan a nomenklatúrában, az, hogy hazaszeretet, és ragozhatjuk tovább, tehát minden, ami valamiféle morális összefüggést visz a nyers érdekharcokba, azt 56 után szánt szándékkal, jó részt az újabb 56-tól való félelem miatt, ahogy ez ugye rengetegszer előjön Kádárnak a későbbiekben föltárt, zárt üléseken elmondott szövegeiből, megjegyzéséből, eltüntetett a politikából. Na most, hogyha, tehát ez nagyon szép, amit fölvázolsz, na de itt egy olyan nomenklatúráról beszélünk, amelyik végtelenül nihilista, és az ég egyadta világon nem hisz semmiben, csak abban, hogy a saját zsebét hogyan tudja megtömni. Igazából abban egyébként igaza van a Zsuzsának, ezen én is gondolkodtam, hogyha ezt nagyon lehet, hogy jóra használjuk, tehát az ország javára használ, egy idealista múltban, vagy egy lehetséges... Én nem feltétlenül múltban, hanem a jövőben. A jövőben, milyen hasznos is lehetne ezt használni, ezt a kapcsolatrendszert és ezt a felhalmozott tudást, ami több száz év alatt azért csak összejött. Igen, de a modernkori... Tehát a 90 utáni politikában való részvételünk, ugye, és a kettőnknek azért ott felmerült egy kérdés 90 után, hogy kezeld ezt a hálózatot, a valódi rendszerváltó elit részéről, hogy kösse vele egy alkut, vagy ne kösse vele egy alkut. És látunk olyan országokat, ahol ezt nemhogy az alkut megkötötték, hanem magát a rendszerváltást ez a hálózat viszi végig, ugye, mint Románia, ami mai napig nem tud kijönni abból a pozícióból, hogy valójában ez a teljes hálózat irányítja a teljes gazdaságot Romániában. És ha van csacsiság, amikor a román versenyképességet emlegetik itt a régióban, az pont az, hogy Románia mai napig nem tudott ennek a hálózatnak a fogságából kijönni, és az információs előnyét ez a hálózat nemhogy elvesztette, hanem tovább növelte. Én ebben azért a magyar rendszerváltó elit számlájára írnék egy plusz jelet, hogy ez a típusú hálózat azért visszábszorult, mint néhány országban, és nem akkora információs előnnyel nem rendelkezik. Egy percet hagyd kérjek ezzel kapcsolatban. Bár kétségkívül, hogy az első hosszú-hosszú időszakát a 90 utáni időszaknak egy felkészületlen politikai irányítás miatt, amiről beszéltünk, ez a hálózat még teljesen leuralta. És magát a privatizációt ez a hálózat végrehajtotta. Ahol azért annak, aki tehát nagyon kevés olyan embernek jutott ott szelet, aki vagy nem kötötte meg a maga alkuját, vagy nem onnan származott ebből a körből. Tehát egy alapszisztémát fölépített a hálózat, de azt gondolom, hogy ebben azért van egyfajta egészséges evolúció, ha az elmúlt 30 évet végignézzük a vagyoni átrendeződésekben. Ami visszatérve viszont a nyíltság és a zártsággal kapcsolatban, ugye, amin én mai napig gondolkodni szoktam, hogyha csak Szlovákiát ne vegyük most ebbe bele a V4-ből, mert egy speciális helyzet volt, de ugye nagyon érdekes, hogy 2004 után, amikor jön hirtelen ez a hitelezési boom,
a régióra, akkor két ország van, amelyik egyértelműen azt mondja, hogy csak és kizárólag nemzeti valutában hitelezek, tehát ami a nemzeti érdekük volt, ez Csehország és Lengyelország, és az összes többi ország, de most ne nézzük az összes többit, hanem ebből a hármasból nézzük Magyarországot, vajon Magyarország, ahol egyet biztos nem lehet állítani, hogy ne lettek volna felkészült pénzügyeseink, közgazdászaink, makroközgazdászaink, bankáraink, stb. Magyarországon meg bedobják a gyeplőt egy olyan hitelezési rendszerbe, ami egyértelműen nem nemzeti érdek volt, és majdnem jobban megfektetik az országot, mint ahogy egyébként 90 előtt állt az ország. És hogy a mai napig ez egy kibeszéletlen történet, hogy ez mennyire volt tudatos, egy csak egy rövidlátó politika, egy pillanatnyi alkú érdek, vagy hogy ott mi történt pontosan. De ebbe majdnem belefeküdt az egész ország. Jegybank alelnöke Király Júlia, zárójel bezárva. Egyetlen ponton vitatkoznék azért, amit a Gáspár mond, hogy egy plusz jel odaírható azért a magyar nomenklatúrának, vagy a magyar rendszerváltó elitnek a nomenklatúrával szemben a románokhoz képest. Én nem írnék se plusz, se negatív jelet. Ez nem érdeme a rendszerváltó elitnek ez a különbözőség, hanem egész egyszerűen a Ceausescu-i nyílt represszív diktatúra és a kádári úgynevezett puha diktatúra közötti különbözőségből, a magyar titkosszolgálat és a Securitate különbözőségéből fakad, hogy most nyilván ti jobban adatoltátok a dolgot az elmúlt években nyilván, mint én, de kicsit ironizálva megkockáztatom, hogy a kádári titkosszolgálat lehet, hogy például a média előzönlésére nagyobb energiát fektetett, mint a Securitate, viszont én emlékszem iskolás koromból, hogy mentek ezek a nem is annyira rémtörténetek, vagy hogy mondjam, szóval nem is annyira fantázia szülte történetek Romániáról 80-as években, hogy ott még a hamutartókba és szállodákban, üdülőkbe be volt építve a poloska. Ez azért Magyarországon nem volt jellemző. Tehát, hogy Romániában egyrészt, ahogy egyébként az NDK-ban is, olyan mennyiségben alkalmazott hálózati személyeket a titkosszolgálat, amivel azért a magyar állambiztonság nem tudta fölvenni a versenyt, és teljesen és még egy, hogy miután ez egy zárt rendszer volt a Ceausescu, és ez, amit az előbb kicsit akadozva próbáltam mondani neked, a Babis látszólag furcsa, ám de rendkívül érthető pozícióját illetően, hogyha veszel egy zárt rendszert, mint a Ceausescu, ahol az utolsó pillanatban valószínűleg a nagyhatalmak hathatós közreműködésével sikerül kibillenteni a diktátort a pozíciójából, és megdönteni, átváltani a rezsimet 89 karácsonyán, akkor azt látjuk, hogy a román hálózat, a román nomenklatúra sokkal stabilabb és sokkal kiterjedtebb hálózati hatalmat birtokol, nem csak mint a magyar, hanem gyakorlatilag szinte, mint bármelyik kelet-európai blokkország, viszont személyesen meg nincsenek olyan jó nyugati és bejáratott nyugati üzleti kapcsolataik, mint a magyaroknak. Ebből a helyzetből viszont két dolog következik, hogy a magyar hálózatnak a szövedékeit nagyon föl se kell szedni, mert az, hogy mondjam, az idő ahhoz még ner sem kelt 2010-ben, hogy egész egyszerűen a biológia meg az életváltozásai elvégzik a dolgukat, miközben a román nyilvánvalóan sokkal virulensebb egy. Kettő, hogy egy ilyen román vagy cseh nomenklatúra sokkal inkább érdekelt abban, hogy a saját belső pozícióit védje meg adott esetben a befektetőkkel szemben való tárgyalások során is, mint a magyar, akinek gyakorlatilag pont a hozzáadott értéket tessék idézőjelbe érteni, hogy kívülről tud mindenkit, akivel Bostonban, Washingtonban, Londonban tárgyalni illik, szemben a románnal. És ehhez még hagyd tegyek hozzá annyit, hogy annyira egyetértek Andrással, hogy ugye ez az egész impexes hálózat, ami Magyarországon kiépül, románok is üzletelnek, hát tudjuk, hogy még a saját állampolgáraikat is eladják Izraelnek, Németországnak, minden, tehát ott is megy a biznisz, de ott a Szeku csinálja, tehát ott a tényleg a klasszikus értelemben vett állambiztonsági hálózat az, amely az egészet irányítja és lefedik. Magyarországon nem erről van szó. Magyarország ilyen szempontból sem patrióta, most ezt a kicsit idézőjelbe venni, ezt a, hogy a Szeku az volt. Tehát az egy zárt rendszerben egy nemzeti alapon álló hálózat volt. Magyarország viszont egy internacionalista, nemzetek fölött álló kapcsolatrendszerben épül ki ezt a gazdaságot.
gazdasági kapcsolatrendszerét és a nemzeti, idézőjelbe vett nemzeti vagy állami titkos szolgálat ehhez csak asszisztál, de nem ő az irányító. De ugye ugyanez, hogy nekünk volt tényleg egy olyan csapatunk, a kiegyezést említette, de hát ugye 19 után abszolút egy ilyen nagyon fontos magyar maffia, ugye a Szívünk Hok nevezi őket így, akik a Tanácsköztársaság bukása után Alpári, a Luis Gibárti, a Pogány József, a Máj Tivadar, és sok-sok ilyen ember, Károlyi Mihály, a felesége, ugye a különböző területén a világon alkotnak, és terjesztik ugye ezt a kominternest bolsevik kommunista propagandát, ezen a területen Károlyi dolgoznak. Károlyi nem terjesztett kommunista propagandát. Itt most nem kell mindenkit egy kalap alá, de például a felesége, pont a Stephen Cook kutatás alapján egészen konkrétan komintern és NKVD ügynök volt, tehát Andrássy Katinka, úgyhogy ő a Stephen Cook beszélt vele, tehát interjúztatta, és nem nagyon tagadta. De a lényeg egyébként nem ez, hogy most ki mit volt, hanem úgy ugye nagyon jó kapcsolatrendszereket fölépítettek Amerikában, Távol-Keleten, Angliában, mindenhol, és végül is erre tudtak építeni a második világháború után ezzel a másik hálózatukkal. Szóval ebbe se kell látnunk Conteót, hanem hogy azt a kapcsolati tőkét később is fel tudták használni. És ami még egyébként ezzel kapcsolatban eszembe jutott, úgyis olyan hosszú lett ez a kérdésnek átszázott szöveg. Hogy nem tudom, hogy olvastátok a Kettő szerepben, tudom, hogy te olvastad. Ugye, nem tudom, hogy te olvastál a Kettő szerepben, a Stephen Cooknak, ez egy zseniális könyve a társutas értelmiségről. Hogy nekünk miért nem született egyébként egy olyan könyvünk, ha már rendszerváltás is utána, hogy a mi társutas értelmiségünk, most sorolhatnám itt föl a neveket, mint ilyen Farkasházitól elkezdve végtelenül, milyen szerepet játszott ennek a fenntartásában? De, és miért nem írjuk, vagy miért nincs ez megírva? Gábor, most ezt egyrészt magadnak tedd fel a kérdést, de másrészt meg hát pontosan tudod erre a választ. Tehát, hogy most, hogyha a megelőző 30 évet megnézzük, kiknek a kegyelméből születhettek ebben az országban könyvek, mondjuk a rendszerváltást követő két évtizedben, a valóság magyarázatnak a parancsnoki hídjait, kik uralták, de lehet, hogy nem is pontos a múlt idő használata. Tehát magyarul, hogy hogyan megy végbe a rendszerváltás, és mi történik a rendszerváltás után, ennek a narratíváját kik szőtték, kik beszélték el a rendszerváltás éveiben és az azt követő évtizedekben, és akkor ott van a válasz, hogy ezek a könyvek miért nem születtek meg. És ezt nem tartjátok egyébként legalább annyira károsnak, mint mondjuk a hátsó üzleteléseket? Hát dehogy nem, persze. Ez a megtisztulásnak egyik útja lenne. Ha már nem volt igazságtétel, akkor legalább valamiféle erkölcsi elégtétel, megtisztulás. Azt hiszem, hogy ma már csak ennyi lehetőség maradt, mert jogi igazságtétel az igazságtétel visszatér, ugye ez most egy elég fontos terület, és azért te többször is megszólaltál, vagy hát bejegyzéseket tettél az ügyben. Ugye vannak, akik most veszik sólyomászónak a szerepét, ja, amit te természetesen kikérsz magadnak, ugye mondhatjuk, hogy tisztelője vagy, és azt mondtad, hogy igazából, és ez nyilván egy meggondolandó álláspont, hogy itt nem azzal van a baj, hogy esetleg rossz volt az a törvénytervezet, vagy hogy miért nem mehetett át, hanem hogy miért nem változtatták meg az alkotmányt. Hogy te ezt tartod egyébként persze, az igazságtétel elmaradásának egy kulcsfontosságú? Gábor, hogyha történészként végignézitek az análeszeket, nem is 89 eleje, 88 nyara, amikor egyfelől a már Kádár utáni pártközpont és kormány, tehát a Grósz kormány és Grósz féle párt berkeiben elkezdődik az alkotmány előkészítése. Nem azért, mert az elvtársak demokráciát akartak, hanem mert az elvtársak előre akartak menekülni. Ilyen, tehát ők a saját átmentésüknek a közjogi kereteit akarták megácsolni. Párhuzamosan alakulnak az új pártok, meg újjá alakulnak a régi történelmi pártok. Ugye azt hiszem az első a Kisgazdapárt volt novemberben, aztán az nem, 89 elején a KDNP zárja a sort. Az összes párt nyitó programjába szinte, vagy első dokumentumai között, mert a Fideszébe ez talán nincsen benne március végén, ott van az, hogy kell új alkotmány, de természetesen a szabadon választott parlament által megalkotva. 89 tavaszán a nagy csörte a március végén megalakuló ellenzéki kerekasztal, és az ellenzéket addig vígan szalámizgatni akaró fejtiféle pártközpont között azon megy, hogy nagyon helyesen
az SZDSZ és az MDF meg a Fidesz a sarkára áll, hogy itt Kónya Imrének és Kis Jánosnak vannak ebbe elévülhetetlen érdemei, hogy kizárólag a úgynevezett békés átmenetet, a szabad választások alkotmányos feltételeiről hajlandóak tárgyalni a pártközponttal, miközben a pártközpont még a gazdaságpolitikai felelősséget is szeretné széteríteni. És úgy alakul meg a nemzeti kerekasztal, hogy előbb az akkor már Németh Miklós vezette kormánynak vissza kell vonnia az alkotmány és a választójogi törvénytervezetet a parlamentből. Még Posgai terjeszt be. Ezt csak arra mondom, hogy az egész 89-es évnek a fő narratívája az az, hogy kell alkotmány, a kommunisták meg még maguk akarnak alkotmányozni, az ellenzéknek meg a fő projektje, ami meghatározza az egész tárgyalásos rendszerváltás dinamikáját, hogy a szabadon választott parlament adjon alkotmányt Magyarországnak, és hogyha megnézed az Antal-Tölgyesi Paktumot végrehajtó alkotmánymódosításnak a parlamenti vitáját, Tölgyessy Péter, az SZDSZ és Kónyáné Kutrucz Katalin, az MDF vezérszónoka, mind a kettő úgy kezdi szinte a felszólalását, hogy még hátra van az ország új alkotmányának a megalkotása. 90 júniusáról beszélek. Ez a 90 évi 40-es törvénynek a vitája, és ott még teljesen nyitott, és olyannyira van egy konszenzusos légkör, hogy még végigfut a Zimmer vita, a mentelmi jogot biztosító alkotmánymódosítás júliusban, és aztán, amikor Göncöt fölkenik köztársasági elnöknek, és már egy kompetitív légkörben nagy nehezen megszületik az önkormányzati rendszer augusztusban, egész egyszerűen elfelejtődik rossz magyarsággal az, hogy hát itt volt egy ígéret a választóknak, a rendszerváltó pártokra szavazó választóknak már 88-ban, hogy a szabadon választott parlament egyik első teendője az új alkotmány megalkotása lesz. Na jó, de azt mondod, hogy elfelejtődik, azért nem olyan, hogy lementem a boltba és elfelejtettem tejet venni, hanem... Nézd, hogyha megengedő, ha megengedő vagyok, akkor azt mondom, hogy túl azon, hogy hát egy baromi gyors pártosodás megy végbe, pártoknak igazából stabil bázisuk, főleg egy alternatív közigazgatási nomenklatúrájuk nincsen, ez ugye főként szegény Antal Józsefet nyomasztja. Azért az is ott van, hogy hát amit pontosan tudtak, hogy a korabeli sajtó főként az úgynevezett bulvár kuríres társai, ez kinek a kezén van és milyen irányba kiknek adják alá a lovat. Arra akarok csak célozni, hogy miközben a felemásra sikeredett közjogi rendszerváltás miatt egy rakat közjogi teendő is rajta marad a szabadon választott országgyűlése. Tehát, hogy például a képviselőknek javadalmazásuk nincsen, egy irodájuk, alkalmazottjuk nincsen, még mentelmi joguk sincsen, úgy alakul meg az első szabadon választott országgyűlés. Rögtön élesítik a revolvereket az átmentett posztkomcsi sajtóban, hogy miközben Magyarország egyre jobban süpped, nem csak egy gazdaság, hanem egy szociális válságba is, hogy miközben nektek 30 év, 40 év nyugalma után a megélhetésetek kerül végveszélybe, kedves magyarok, ezek az új politikusok azzal vannak elfoglalva, hogy a saját zsebüket megtömjék. A pártfinanszírozás sem volt rendezett, tehát az első hetekben a mai az, hogy az 1%-ot elérő pártok kapnak garantált finanszírozást, ezt is akkor az Antal-Tölgyesi Paktum farvizén meg kell alkotni az országgyűlésnek. És ezt a korabeli sajtó úgy fordítja le, hogy hergeli az embereket, nem egyszerűen Antal vagy az MDF, világos, hanem az egész rendszerváltó elittel szembe, ami meg is hozza a gyümölcsét a 94-es választásokon. Hogy ezek érthetetlen alkotmányjogi dolgokról szövegelnek, amik nemhogy az ország közvéleménye, még a jogászok nagy része sem értette, hogy miről beszél Tordján, Tölgyesi meg a többiek bent a házban, és csak a saját zsebük érdekli őket. Eszembe jutott egyébként erről valami. Ez a megengedő értelmezésem. Világos. Nyilván, a kevéssé megengedő? Hát nyilván a kevéssé megengedő, hogy most túl azon, ami szinte már közhelyszerűen jön elő, akár a te cikkeidbe is mindenütt, hogy ki tudja hány mindenki, nem csak nem is annyira hát három... Volt-e igazából ennek a hálózatnak érdeke volt? Nyilván a hálózat bent volt a rendszerváltó pártok frakcióiba, illetve pártközpontjaiba is, nyilván jelen volt az Antal kormányba is, független attól, hogy erről Antal tudott-e vagy sem. De én legalább ilyen fontosnak tartom azt, hogy azok a nyugati vezető politikai és gazdasági körök, akik egész egyszerűen azért, mert ez egy végtelenül eladósodott és gazdaságilag cselekvőképtelen ország, amit Antal József átvesz,
azok a magyar politikai szereplők, akik akár kényszerből, akár azért, mert a saját politikai tőkéjük attól függött, hogy milyen elismerést kapnak Washingtonban, Bonnban, stb. Egész egyszerűen arra voltak presszionálva, hogy lehetőleg ne húzzák meg ezt a bizonyos cezúrát 1990-ben a diktatúra és a jogállam között.